Szép estét kívánok, köszöntöm Önöket a hét hírében. Megérkeztek hétvégi vendégeim, hiszen már megszokhatták, hogy Farkas Éva Erzsébet polgármester és háziorvosunk Ábrahám Judit érkezik hozzánk, akikkel az éppen aktuális járványhelyzetről, illetve az ehhez kapcsolódó teendőkről beszélgetünk. De még mielőtt ezt tenném, azelőtt tekintsünk egy picit vissza a polgármester asszony, hiszen egy rövid hét végéhez közeledünk, mert hogy március 15-én nemzeti ünnep volt. Sajnos beszédek, ünnepségek nem lehettek, ennek ellenére azt gondolom méltóképpen sikerült ünnepelni. Ön is így érzi? Igen, úgy gondolom, hogy méltóképpen tudtunk megemlékezni, legalábbis a visszajelzések ezt tükrözik. Ezúton is szeretném elsősorban a munkatársaimnak megköszönni, hogy a kivitelezésben, a rendkívüli megemlékezés kivitelezésében, ünnepi díszítésében, hangulatában segítettek. Tulajdonképpen, mivel hagyományos módon azokat a közösségi találkozásokat nem tudjuk most megélni, és sajnos a mai bejelentések is azt tükrözik, hogy még az elkövetkezendő időszakban sem tudjuk, a legfontosabb nemzeti ünnepeinket igyekszünk azért oly módon megünnepelni, emlékezni rá, hogy ebben a különös, főként most már lelkileg megterhelő időszakban valami reményt, valami fénysugárt vigyünk a makójak életébe. Ezért is döntöttünk úgy, hogy az ikonikus épületeinket nemzeti trikolor színbe öltöztetjük, és esti órákban egy séta erejéig a makójak ezt megtekinthetik, egy kicsit lelket melengető hangulatot adunk az ünnephez köthetően. Mindemellett a Szökőkút környezetében pedig huszárbábok kiállítására kerülhetett sor, amelyet a József Attila Városi Könyvtár és Múzeum munkatársaival együtt helyeztünk ki, nyilván ismertető táblákkal együtt, ezzel pedig egy kicsit a forradalmi hangulatot, a katonai elit egységet próbáltuk tulajdonképpen visszaadni. Mindezek mellett pedig azt is fontos hangsúlyoznunk, hogy a rendkívüli helyzetben, természetesen öröm az is számunkra, hogy Lázár János országgyűlési képviselő úr a Kossuth szobor előtt fejet hajtva a város polgármesterével elhelyezte az emlékezés virágait. Említett a polgármester azt, hogy ugye a mai bejelentéseket, de még mielőtt ezekre rátérnénk, nézzük meg, hogy mi a helyzet. Sajnos nem javult, a harmadik hullám felfelé ívelő ágában vagyunk továbbra is, és már a híradások egy lehetséges, de reméljük, hogy nem következik be, negyedik hullámról is beszélnek. Nagyon drámai a helyzet. Azt gondoltuk ilyenkor egy évvel ezelőtt, amikor indult az első hullám, hogy első hullám véget ér és megszabadultunk. Egy évvel később itt ülünk, és már a negyedik hullámot emlegetjük. Most a harmadik hullám még mindig nem tetőzött. Soha ilyen magas nem volt a napi halálozási szám, soha ilyen nem volt, milyen magas nem volt a kórházban kezeltek, a lélegeztetőgépen lévők száma. A saját rendelőmből is elmondhatom Önöknek, hogy a napi 10-12 új beteget regisztrálunk a rendszerbe, és nyilván kezeljük és karanténba kerülnek. Borzasztó, amikor a telefon felvettem, és a betegek mondják, hogy pozitív a tesztjük, rosszul vannak, én kérem a tesztet, tehát ennyire sok mintavételi kérés, ennyire sok beteg nem volt az első két hullámban. Bírja a rendszer egyébként a mintavételt, illetve azoknak a kiértékelését? Azt kell mondjam, hogy igen, hál' Istennek az első két hullámban valószínűleg megerősödtünk, és megtanultuk minél gyorsabban levételni, minél több erőforrás bevont a mentőszolgálat is, illetve Makón is nyílt egy mintavételi pont hétköznapokon. A Hajnal utcai idősek klubjában működik most már egy makói bejáró, tehát be lehet fáradni a mintavételi pontra, nem kell megvárni, míg a mentő kiérkezik, tehát még hamarabb van mintánk. Ezáltal gyorsulnak a folyamatok, gyorsabban tudom indítani a kezelést. Nagyon fontos, és tiszteletre kérek mindenkit, hogy aki picit is megfázva érzi magát, ó, csak ez egy nátha, ó, csak a torkon picit kapar, tavaszi meghűlés, nem. 10-ből 9 esetben Covid-ról beszélünk, és ha nem veszik komolyan, nem szól nekünk, nincs teszt, akkor egy ember 4-et fertőz. Tehát a mutánsok megjelenésével egyidejűleg a fertőző képessége a vírusnak rendkívül megnőtt, és még egyszer hangsúlyozom, hogy a munkahelyeken robbanásszerűen terjed a fertőzés. Gondolom, ezért is indokolt, hogy a kórházban is még nehezebb helyzetre készülnek, hiszen ott is változások történtek, polgármester asszony. Soha nem volt ennyi hatósági házi karanténban lévő makói polgártársunk, mint ezen a héten,
Jelenleg 143 hatósági házi karantén van regisztrálva, és ebből regisztrált fertőzött, tehát pozitív fertőzöttséget mutató az 80 fő. Ez is mutatja, hogy míg korábban körülbelül 30%-a volt a hatósági házi karanténban lévőknek pozitív fertőzöttségű, és nyilván a többiek, mint kontakt személyek voltak karanténban, így ez a szám is erőteljesen növekszik. Ha ezt a város szintjén nézzük, akkor ezt általában egy 8-as szorzóval, 8-10-zel kell szorozni, és körülbelül az mutatja a reális fertőzöttségi arányt itt a városunkban. Ezért is fontos, hogy minél többen, akik még nem regisztráltunk, regisztráljunk a vakcinainfo.gov.hu weboldalon arra vonatkozóan, hogy szeretnénk az oltást felvenni, hiszen tulajdonképpen ez fogja tudni megállítani csak és kizárólag a védő oltóanyagnak a felvétele, ez fogja tulajdonképpen csak megállítani a vírust, illetve ez ad majd lehetőséget arra, hogy a fokozatos nyitást, korlátozások feloldását el tudjuk majd indítani. A városunkban lévő kórház tagintézményben, ugye már az elmúlt hetekben is említettük, hogy újra megnyílt a COVID osztály, illetve a sebészeti osztályon lévő ágyak tekintetében is tulajdonképpen COVID ágyakat kellett megnyitni. Vannak fertőzöttek, megbetegedett fertőzöttek, részükre lett, számukra lett tulajdonképpen ez kialakítva, illetve megnyitva. Azt is azonban el kell mondani, hogy itt a gyengébb megbetegedettek vannak, a járványügyi helyzetre vonatkozóan a súlyosabbakat pedig a szomszédos városba, Hódmezővásárhelyre szállítja át a mentőszolgálat munkatársai. Oltás most már ugye országosan, de ez igaz Makóra is, hogy ötféle elérhető. Mindegyik megbízható, hiszen ugye itt az elmúlt napokban az AstraZeneca vakcinával kapcsolatosan fölröppentek hírek, azonban mára ezek úgy hallottam, hogy tisztázottak. Hál' Istennek. Az AstraZeneca oltással történt média, nem is mondom, hogy tehát borzasztó rémhírek, álhírek terjedtek, és ez rendkívüli módon kihatott az oltási keretre, mindenki megijedt. Ma a tegnapi napon jelentette be az Európai Gyógyszerügynökség, az AstraZeneca oltás teljesen megbízható, biztonságosan adható. Tehát nem áll le az AstraZeneca oltás, sőt, a mai napon kaptak a házi orvosok Makón első körös oltásra ampullákat, hétfőn kapjuk a másodikos ampulláknak a megérkezést, hétfőre várjuk. Az oltások Makón folyamatosak. Egy időben oltunk mi házi orvosok, és az oltópont is folyamatos. Szeretném külön kiemelni az oltópontnak a munkáját, ami rendkívül hasznos, rendkívül együttműködőek. Nagyon szeretjük egymást, és igazából az ő munkájuk nélkül nem tudnánk ennyire hatékonyan védekezni Makó városában. Amit hangsúlyoznék, az oltópontra házi orvosok választják ki a beteget. Amit a betegektől szeretnék kérni, vagy a leendő oltandó pacienseimtől, amikor én felhívok, vagy bármelyik kollégám felhívja az adott betegét, pontosan tudja, hogy kit miért hívt fel, és kit milyen vakcinára szeretne delegálni. Tehát tiszteltek kérem önöket, hogy fogadják el, amit a házi orvos javasol, hiszen legjobban ő ismeri az önök állapotát és betegségét. És ehhez mérten választ önöknek vakcinát. Január 1-e óta zajlanak az oltások, elmondható, hogy most már ezzel kapcsolatosan van tapasztalat, ugye hiszen már szinte 3 hónapon túl vagyunk. Milyen oltási reakciók léphetnek fel? Az elmúlt egy hónap alatt minimális, tehát elmondható, hogy a legtöbb oltás után a beadandó kiválban, ahol kapta az oltást a paciens, ott egy másfél napig tartó izomfájdalom, este lehet pici hőemelkedés, ennél durvábbat nagyon nem is tapasztaltunk. Tehát igazából normális immunválaszt kap a beteg. Tehát ez ennélkül viszont igazából nem is alakul ki immunreakció. Tehát minden, akár csecsemőoltásokat nézzük, mindegyiknek van egy oltási reakciója, ez felületek esetében sem más, tehát pici hőemelkedés, illetve izomfájdalom léphet fel. A péntekekre nem csak az igaz, hogy a Makói Városi Televízió vendégei önök, hanem általában miniszterelnök úr ilyenkor tesz bejelentést az elkövetkezendő időszakra vonatkozólag, ez a mai napon is így történt. Eddig még úgy tudtuk, hogy március 22-ig érvényesek a korlátozások, azonban ez a mai napon az előbbiek hallatán azt gondolom indokolt, hogy meghosszabbításra került, és ezen kívül is vannak még tudnivalók, polgármester asszony. Igen, a héten azért már az operatív törzs, illetve a kormányinfo bejelentései alapján lehetett érzékelni azt, hogy a harmadik hullám tetőződése tulajdonképpen erre a hétre, jövő hétre várható,
így most bármilyen lazítás tulajdonképpen emberi életekbe kerülhet szó szerint. Ahogy itt említette már főorvos asszony is, soha ilyen magas nem volt a halálozási arány a járványügyi helyzetben, soha nem feküdt ennyi magyar állampolgárunk lélegeztetőgépen, és soha nem volt ilyen magas az elmúlt időszakban sajnos a fertőzöttségi arány sem. Ezért úgy gondolom, hogy helyesen és nagyon megfontoltan döntött az operatív törzs javaslata alapján a kormányzati vezetőség, és természetesen a városi döntések ugyanúgy fölülíródnak a kormányzati határozatnak megfelelően, a kormányzati rendelkezéseknek továbbra is ugyanazok a szigorítások vannak érvényben, ugyanazok a szolgáltatások szünetelnek, illetve ugyanazok az üzletek vannak továbbra is zárva, mint a 8-án érvénybe lépett kormányhatározati rendeleteknek megfelelően. Ez most március 29-ig egyelőre, ugye továbbiakban nem tudhatjuk. Viszont az előző hetekben Makóváros önkormányzata is még jobban beszigorított, hiszen azt megelőzően még a Maros parton, illetve parkokban nem volt kötelező a szájmaszk használata. Ez akkor megváltozott. Hát tulajdonképpen a kormányrendelet írta fölül a helyi rendeletet, hogy a közterületeken, tehát közigazgatási területeken belül a közterületeken kötelező, illetve a Marosparton, ugye ebbe nem tartozik bele, úgy ott a lombkorona sétányon például, vagy a Marospartra lesétálva ott nem kötelező a szájmasznak a használata. A lombkorona sétány, illetve a kalandparknak a környezete tulajdonképpen most kerül megújításra. Bízunk abban, hogy a húsvéti hosszú hétvégén tulajdonképpen már egy kicsit szabadabban igénybe vehetik majd az ide látogatók, és elsősorban természetesen a makóiak. Ezért is döntöttünk úgy, hogy megújítjuk a lombkorona sétányt, illetve a kalandparkot engedélyeztetésekkel együtt. Azokat, amelyek veszélyeztetettséget nem mutatnak, elsősorban az élőfáknak, az ott lévő élőfáknak az állapota tekintetében, ezeket a turisztikai elemeket meg fogjuk nyitni, és megújítva fogjuk megnyitni. Az is bejelentésre került a mai napon, hogy mi a feltétele annak, hogy enyhítsék ezeket a szigorításokat? Az oltások száma. Tehát 2,5 millió oltásnál beszélhetünk majd arról, hogy lazítások. Ez még picit messze van, amikor ténylegesen fel lehet majd dolgokat engedni a mindennapi életünkben. Ezért tiszteltek kérjük meg itt, hogy aki még nem regisztrált, azt tegye meg, mert csak azt tudjuk beoltani, aki regisztrált. Minden héten frissül a lista, amit kapunk a kormányhivataltól, és azon látjuk, hogy kiket lehet még beoltani. És gyakorlatilag a lista alapján dolgozunk, és megyünk szépen sorban, és hívjuk az embereket az oltásra, mikor, hová kell menjen, amelyeket mi felajánlunk a betegeinknek. A városban a járvány ellenére nem állhat meg az élet, ugye beterveztek az idei évre is egy járdaprogramot, polgármesterasszony, amely, hogyha jól tudom, elindul, mégpedig a napokban. Így van, a járdaprogramra vonatkozóan, hogyha visszatekintünk az elmúlt évbe, tulajdonképpen három úton tudtunk fejlesztéseket elindítani. Egyrészt önkormányzati járdaprogram keretében 2017 és 2019 között, ugye már 2020-ban már nem tudtunk helyi járdaprogramot elindítani, mint egy 20 kilométernyi szakasz újulhatott meg a 8 választókörzetben. Emellett közfoglalkoztatott és tart járdaprogramban 2015 és 2020 között egy 7,5 kilométernyi járdaszakasz újulhatott meg, és a nagyobb beruházásainkhoz köthetően is újultak meg tulajdonképpen járdaszakaszok, ott utak is, de járdaszakaszok is, így elsősorban a csipkesor megújításánál, illetve a Deák Ferenc utcai könyvtár térrehabilitációhoz köthetően, mint egy 2,5 kilométernyi járdaszakasz újulhatott meg. Az idei évben most indítunk egy kisebb járdaprogramot, ez körülbelül 2200 folyóméternyi szakaszt jelent 8 választókörzetben. Ez azt jelenti, hogy 11 utcában kisebb-nagyobb járdaszakaszoknak a teljes cseréjére kerül sor, illetve teljes megújítására, természetesen az útpatka, a csapadékvízelvezető rendszer, az ehhez köthető csapadékvízelvezető rendszernek a megújítására is sor kerül. Egy 66 millió forintos keretből, amely a közfoglalkoztatotti programhoz köthetően állami támogatással tud megvalósulni, Makóváros önkormányzata 5 millió forintos önerőt biztosít ennek a megújítására.
Itt fontos azt hangsúlyozni, hogy a műszaki szakembereink tettek javaslatot a járdaszakaszoknak a megújítására, de a döntés minden esetben az adott városrészi képviselőnek a javaslata az volt tulajdonképpen a döntő. Itt most június végéig szeretnénk ezt a közel 2200 folyométernyi szakaszt megújítani, illetve teljes mértékben felújítani, és várhatóan, amennyiben a költségvetésünk lehetővé teszi, akkor szeretnénk még az év második felében egy önkormányzati járdaprogramot is elindítani. Párhuzamosan két választókörzetben tudjuk a járdaprogramot elindítani, és a választókörzetek számának, sorszámának megfelelően, tehát most az első és a második választókörzetben fog elindulni egyszerre, és mindemellett a tavalyi évben elmaradt Oroszlán utca szakasza fog még párhuzamosan most elindulni. Ha már programokról beszélünk, akkor a Honvéd városrészhez kapcsolódóan elindul egy újabb szakasz, és hamarosan átadásra kerül a Kálvin téri rendelő. Így van, egy nagyon nagy program, amelyet még Lázár János országgyűlési képviselőnknek köszönhetően indíthattunk el 2015-ben. Európai Uniós forrásból tud megvalósulni közel 1 milliárd forintból a leszakadó városrészek rehabilitációja program keretében, amelynek az infrastruktúrális fejlesztésére több mint 700 millió forintos keretet kapott Makóváros önkormányzat a 100%-os támogatási intenzitással, három infrastruktúrális fejlesztési program indításával. Ebből kettő elkészült, 14 a városrészben lévő önkormányzati bérlakásoknak a megújítása, újjáépítése. Emellett 14 olyan útszakasz újulhatott meg, amely részben volt csak meg a városrészben, vagy sáros útszakasz volt, és teljes körű útszakaszoknak a kialakítására kerülhetett sor, és a harmadik infrastruktúrális fejlesztés keretén belül pedig jövő héten indítjuk el azt a közbeszerzési eljárást, amelynek köszönhetően egy közösségi háznak a kialakítására, megépítésére kerülhet sor, egy 15. önkormányzati bérlakásnak a felújítására, a közösségi ház működéséhez köthetően, illetve két játszótér, egy felnőtt és egy gyermekjátszótér, valamint két sportpályának a kialakítására, parkolók kihelyezésével, kialakításával együtt tud majd megújulni. Az elmúlt évek legnagyobb önkormányzati beruházása fog hamarosan lezárulni. Három év tekintetében tudott tulajdonképpen ez a közel 500 milliárd forintos önkormányzati beruházás, és különösen most a járványügyi helyzetben úgy gondolom, hogy az egyik legszebb, legnemesebb kezdeményezés volt az önkormányzat képviselőtestülete részéről. 2018-ban indulhatott el döntések tekintetében, kivitelezés tekintetében pedig 2019-ben. A Kálvin utcai háziorvosi rendelő, illetve gyógyszertár komplexumnak a kialakítása, ahova több ezer makói járó betegnek az ellátását tudjuk 21. századi körülmények között majd biztosítani. Természetesen a hatályos egészségügyi és más egyéb szabályoknak, szabványoknak megfelelően. Az épület tulajdonképpen elkészült. A környezetének a megújítása van még tulajdonképpen hátra, illetve azok az engedélyeztetések, amelyek mind a gyógyszertári, mind pedig a háziorvosi feladatellátásokra vonatkozóan a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kötelezőek. Várhatóan, ha a járványügyi szabályok engedélyezik, akkor szeretnénk, hogyha a Semmelweis nap közelében tudnánk majd átadni, esetleges egészségügyi konferenciával is egybekötve, szűrővizsgálati nappal összekötve szeretnénk ünnepélyes keretek között majd Makóváros lakossága számára átadni. Beszélgetésünk vége felé közeledve egy picit azért azt gondolom, hogy konklúzióként elmondhatjuk, hogy nagyon fontos ugye az oltásra való regisztráció és annak beadása. Mondjuk el talán azoknak, akik még nem jutottak el odáig, hogy ezt megtegyék, hogy mi a menet. A menet már most csak egyféleképpen lehetséges. A www.vaccinainfo.gov.hu oldalon egy e-mail cím segítségével kell regisztrálni.
ha idős betegekről beszélünk, és nincs e-mail címük, esetleg unoka sincs, aki segítene, nem baj, a házi orvosok rugalmasak is, megoldjuk. Legyen kedves, jelezze a házi orvosának, aki még nincs rajta a listán, és nem tudja megoldani az internet lehetőségével a regisztrációt, akkor mi felvesszük egy kis belső listánkra, hiszen segíteni akarunk, hogy senki ne maradjon ki az idősek közül az oltásban. Nyilván, aki már rendelkezik ilyen jellegű technikai tudással, ő számára pedig egyértelmű adott, hogy hogyan kell pontról pontra a regisztráció, 3 perc alatt megvan. És ezt követően pedig várják ezt követően a telefont, ugye? Pedig mindenkit. Ami szeretnék kiemelni, nagyon sok beteg jelezte, hogy megjelent egy csalási módozat, hogy idegen emberek hívják őket oltásra, hogy mikor mennek oltásra. Tiszteltek kérek mindenkit, hogy a rendelőkből, az orvoson, asszisztensnökön kívül senki sem telefonál oltás ügyben. Ha idegen emberek kérdezik, hogy mikor mennek és hová oltásra, senki nem mondja meg. Ez egy lehetséges és bűncselekmény elkövetésére alkalmas időpont felmérése. Több betegem is jelezte már sajnos. Hogy ez történt velük. Igen. Tehát akkor mindenképpen ugye az mi ön vagy az asszisztensnő telefonhívását várják. És hogyha jól tudom, akkor nagyon rugalmasan megy a dolog. Tehát sokan arra számítanak, hogy órákat kell ott várakozni, de nem. Az időpont, az időpont, tehát gyakorlatilag 10-15 perc alatt, illetve a megfigyelési időt követően távozhatnak. Ez nálunk is abszolút rugalmas és gyors a folyamat az oltóponton is. Tehát gyakorlatilag elmondhatom, hogy Makó városában az oltások beadása nagyon rugalmas és rendkívül precíz, pontos, és gyakorlatilag gördülékenyen megy, tehát nagyon jól. Jó minőségben. Köszönöm szépen, hogy itt voltak, és a mai napon is tájékoztatták a Makói Város Televízió nézőit. Köszönjük szépen. Önöknek pedig, hogy velünk tartottak a ma este folyamán, és vigyázzanak magukra, további jó egészséget, és további szép estét, viszontlátásra.